Egy kormányrendelet alapján összesen 60 milliárd forintot osztott szét az állam a kórházak között országszerte még tavaly decemberben. 45 milliárd forintot adósságrendezésre, 15 milliárd forintot fejlesztésekre költhetnek az intézmények. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház közel 1,1 milliárd forintot kapott. Több forrást költhetnek a beruházásokra, mint a tartozások kifizetésére, hangzott el az intézmény sajtótájékoztatóján. Több szempont alapján végeztük az előbírálatot. Nagyon fontos volt az, hogy a gazdálkodás, a jövőbeni gazdálkodás ez milyen hatással lesz, és nagyon fontos volt az, hogy milyen mértékig van előkészítve ez a történet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak nagyon sok pályázatot nyújtott be, tehát ennél lényegesen több témában gondolták úgy, hogy indokolt az igényük. Mi is így gondoltuk, de nyilván priorizálni kellett, és minden kérésük alá volt támasztva. Nyílászárók és kazáncsere, LED-világítás bevezetése, víztisztító berendezés vásárlása és a központi sterilizáló felújítása. Ezekre a beruházásokra összesen 587 millió forintot kaptak, közölte Adorján Gusztáv főigazgató. Ebből az összegből az infúziós labort is korszerűsítik. Azért is különleges, mert az infúziós laborba tulajdonképpen a kórházainknak az összinfúziós felhasználásának szinte csak nem a 100%-át itt állítjuk elő, tehát nem külső gyártótól vásároljuk meg, és ennek a gépsornak szeretnénk a felújítását, mert a távlati terveinkbe szeretnénk megjelenni, megfelelő engedélyek birtokában természetesen a piacon is, tehát mintegy kikínálni a termékeinket. Vannak olyan speciális infúziók, amelyeket itt egy-egy kórház saját maga használ, ezeket is szeretnénk figyelembe venni, és mintegy ezeket az igényeket is kielégítve szeretnénk majd piacra kimenni. Az adósság csökkentésre összesen 521 millió forintot kapott az intézmény, így a kórháznak már nincs 30 napon túli adósága. Az éves 32 milliárd forintos költségvetéshez képest egy elenyésző 280 millió forintos lejárt adósságuk van jelenleg, közölte Molnár Andrea gazdasági igazgató. A gazdasági helyzet miatt a következő években nem lesz ellátási gond a megyei kórház egyik intézményében sem, hangzott el a sajtótájékoztatón.